po tvojoj iskustvu, koje su prepreke u evangelizaciji danas? Prepreke? Da li ima neke prepreke? Ima prepreka. Najveća prepreka je slaba volja. Oleg, nađo oko naj o kedvo, o kebiš kedv. Vjernici apsolutno nemaju potrebu evangelizirati. Mintha a hívőknek nem lenne szüksége evangelizációra. Tehát mintha ők nem akarnának evangelizálni. To je najveća prepreka. Ako imamo volju, sve može doći na svoje mjesto. Ha van kedvünk, akaratunk, akkor minden helyére kerül. A koje su još prepreke? Sigurno su prepreke da bi trebalo naučiti kako se evangelizira. Igen, az egyik fontos dolog, hogy meg kellene tanulni, hogy hogyan evangelizáljunk. Znači, postoje učinkovite metode evangelizacije danas i ako se primjenjujemo i ako imamo dobru volju, vrlo vjerojatno ćemo biti mnogo uspješniji nego ako ne znamo te metode. Vannak hatásos módszerek, amit ha megtanulunk, akkor biztosan, hogy sikeresek leszünk az evangelizációban. Tri poruke. Pa prvo bi trebalo shvatiti da ne postoji čovjek, ja još nisam sreo čovjeka koji ne vjeruje Boga. Azt mondta, hogy még nem találkozott olyan emberrel, aki nem hinne Istenben. Kad mi neko kaže da ne vjeruje u Boga, ja ga pitam, kad bi se našao u avionu koji pada i znaš da ćeš poginuti, da li bi zavapio Bože, spasi me? Mindig meg szokta kérdezni azt az embert, aki azt mondja, hogy nem hisz, hogy amikor egy zuhanó repülőbe lennél, akkor kiáltaná-e Isten felé? Znači, prva stvar je da svi vjerujemo. Zašto onda vjernici ne žive svoju vjeru? Zato što nisu doživjeli iskustvo. A iskustvo nisu doživjeli živoga Boga zato što im to crkva, njihova lokalna crkva, nije omogućila. Ugye, miért nem élnek a keresztények olyan életet, ami valóban Krisztus követő? Legtöbbször azért, mert az a helyi egyházban nem tapasztalták meg Isten valóságát, és nem élték meg azt, hogy Jézus egy személyes Isten. Iako se i danas događaju predivne stvari s Bogom, mnogi svećenici imaju iskustvo pravih ispovjedi, bolesničkog pomazanja i drugih prilika u kojima se Božja milost i tekako očitovala, ali ako oni o tome šute, kako će narod znati da je Bog živ? Nagyon sok čoda történik az egyházban. A papok megtapasztalnak sok csodát a betegek kenetén, a gyónáson keresztül, a szent áldozáson, a szentmise bemutatáson, csak valahol nagyon keveset beszélnek erről, és az emberek ezt nem hallják, akkor nem is fogják elhinni, hogy ez itt létezik. Naša vjera iziskuje iskustvo. I ako crkva neće raditi na iskustvu, ljudi će odlaziti od crkve. Ako neko do krizme nikad nije čuo župnika kako je rekao, doživio sam to i to, mislim doživljavam tako i tako, dogodilo se to i to. Ako nije čuo nijedno svjedočanstvo za tih njegovih 10-12 godina koliko je bio u crkvi, što si on može pomisliti? Da se ne događa ništa, da se ne isplati. A kereszténység átadása, a hit átadása és a tapasztalaton alapszik, hogyha 15-20 éven keresztül nem hallotta sose azt, hogy valaki azt mondja neki, hogy ezt meg ezt megéltem Istennel, ez is ez történt velem, ezt és ezt mondta az Isten, akkor igazából számára ez nem jelent semmit, és el fog menni, mert nem élt meg, nem hallotta ezt. Most nagyon újik pričaju, da vjera sve počinje iz obitelji. To je stalna priča, ja kažem, to nije istina. Sve počinje od župnika. Azt mondják, hogy a családtól indul minden, és minden ott a legfontosabb, de azt mondom én, hogy ez nem egészen igaz, mert minden a plébánostól függ. A obitelj može učiniti svoj dio, ali ako župnik ne učini svoj dio, neće biti dovoljno. A župnikov malo vredi puno više nego roditeljsko puno. A család, ha megteszi az övét, de a plébános vagy a pap ugye nem tesz tanúságtételt, akkor nem sokat ér a családnak a tanúságtétele sem, mert egy papnak a tanúságtétele sokkal nagyobb, mint bármelyik családi vagy emberi. Mnogi su danas vjernici razočarani, i kad mi kažu da su razočarani, ja postavim pitanje, a kojeg ste se sveca razočarali? Ma nagyon sok hívő csalódott, vagy azért nem lesz hívő, mert csalódik, és akkor én mindig megkérdezem tőle, hogy melyik szentben csalódtatok. Nikad nije bilo vremena da nije bilo svetaca. U svakom stoljeću ima hrpo svetaca, pa i sada ima hrpo svetaca. Da se postavlja se pitanje, zar stvarno vjeruješ da danas nema svetaca u crkvi? Minden időben nagyon sok szent létezett az egyházban, hát létezhetetlen, hogy ma ne legyenek ilyen szentek. Ma is biztos van nagyon sok ilyen szent ember.
Možda je problem u tome što se mnogi drže onih Isusove, kad moliš uđe u svoju sobu, kad daješ milostinju da niko ne zna, kad činiš, kad trpiš, kad postiš da niko ne zna, kad činiš dobra djela da niko ne zna, pa zbog toga ne vidimo te ljude. Biztos ezek az emberek ugye követik Jézus tanítását, hogy amikor imádkozol, menj a szobádba, belsejébe ott imádkozzál, amikor adsz valamit, akkor ne tudja, hogy jobb kezed mit tesz a bal, tehát úgy adakozzál, úgy bőtjön, hogy ne látszódjon rajtok, és valószínű, hogy éppen ezért nem látszódnak ezek az emberek. A ljudi koji tako činja, oni s time ne mašu, oni se skrivaju. I kako ih onda primetiti? Crkva je živa. Az egyház az élő, nagyon sok ilyen ember van, csak ugye nem látható így, hogy ilyen így módon a tettek, és a hit nem látható. Možda je još jedna stvar, da vjernici odlaze iz crkve sa mise zato što ne vide smisao mise. Zato što im niko nije objasnio kako živjeti misu. Nagyon sok hívő pedig azért marad el a Szentmiséről, mert nem érti, hogy miről szól a Szentmisé. Még senki nem magyarázta meg nekik, hogy mi miért történik ott. Crkva govori, naučava, da bi trebali od malih nogu naučiti sve vrste molitve. Od obične molitve do meditacije, razmatranja, unutarnje molitve. Ali recite mi, na koji se župi to danas uči? Ja, az egyház már régóta tanítja azt, hogy egész kiskortól imádkozni kell tanulni, egész egyszerű kötött imáktól kezdve, elmélkedésektől kezdve minden, de hogy hol tanítják ezt a plébániákon? Bez škole molitve neće se ništa bitno dogoditi. Možemo čovjeka sve naučiti, vjernika, ale ako ga nismo naučili moliti, ništa nismo učili. Az ima iskolája nélkül egyszerűen létezhetetlen elérni azt, hogy az emberek valóban keresztények legyenek, vagy hívők. Ha mindenre is megtanítjuk őket, de imádkozni nem, akkor az egész nem ér semmit. Kako možemo obnoviti ili udubiti veru i život preko svete mise? Prvo bi trebalo naučiti što je to sveta misa. Nećete vjerovat. Naši svećenici misle da to mi laici razumijemo, znamo sve što je, ali oni ne shvaćaju da velika većina vjernika apsolutno ne zna ništa o misi. Először is tényleg meg kellene érteni, és tudnunk kell, hogy miről szól is, mi ez a Szent Mise, mert azt gondolják a papok, hogy mi hívők, laikusok értjük, meg hát ott vagyunk, de közben kiderül, hogy nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk róla. Što je čudno, ni ne žele naučiti. Danas kad se pojavi neka knjiga o misi, vjerojatno je neće niko kupiti. Znate zbog čega? Zato što su već pročitali hrpu knjiga koje govore o tome što treba. Ali teško ćete naći knjigu koja kaže kako. Tehát ma, mondjuk, akárhogyha egy könyv is megjelenik a Szentmiséről, nem biztos, hogy megveszik, mert nagyon sok mindent olvastak arról, hogy mit kell csinálnunk, mit kell tennünk, de az, hogy hogyan, arról már nincsen. Mnogi vjernici ne znaju da mogu prikazivati svoje nakane. Da osim one nakane za koju svećenik služi misu, da mi svaki možemo prikazati nakane ovisno našoj vjeri, ne za jednu samo osobu, za više osoba. Nagyon sok hívő nem tudja, hogy a saját szándékainkat is föl tudjuk ajánlani a Szentmisén, akár többet is. Ali ljudi ne znaju na koji način se te nakane prikazuju. Kako izvesti to prikazanje? Ne znaju da je to prikazanje, nije samo na početku misu reći, sad ćemo prikazati toga i toga. Prikazanje traje cijelu misu. Ez a felajánlást nagyon sokan nem tudják, hogy kell tenni, hogy nem csak azt jelenti, hogy a mise elején ajánljuk fel, hanem az egész mise erről a felajánlásról szól, ami a szívünkben van. Ništa o tome nije komplicirano, ali se treba naučiti. Bez da učimo ljude kako, ne samo što, ljudi će odlaziti iz crkve. Semmi se nem olyan túl összetett vagy komplikált, de egyszerűen meg kellene tanulnunk ezeket az egyszerű dolgokat, és akkor nem mennének el az emberek a Szentmiséről, hanem jönnének, mert értik, hogy mi történik ott. Ja vjerujem, da ima veliki broj ljudi koji itekako žive misu. Ali ako to drže za sebe, ako nisu nikome posvjedočili, ako niko ne želi čuti što on ima za reći, toga neće biti ništa. Možda da se odvaže i da počnu jednome po jednome svjedočiti. Hiszem azt, hogy nagyon sok ember jól éli meg a Szentmisét, de hogyha erről nem beszélünk, nem teszünk tanúságot, hogy mit és hogyan élünk át benne, akkor a többi ember ezt nem fogja hallani, nem fogja tudni, és nem is érti.